Audio Jungle. Van, de hihetetlen hangulatban lehetünk itt a mezőtúri oktatási centrumban. Miről szólt a hétvége mezőtúron önnek? Hát nekem is, azoknak a gyerekeknek, akik már nagyon izgulnak, a játékos sportversenyről szól. Ez a Magyar Diák Sportszövetség versenyrendszerének egy sajátos, speciális sportága. Milyen versenynek találja a szervezési szempontból, mennyire megelégedett? Mezőtúr nagyon jól felkészült. Minden feltételt biztosított a verseny színvonalas megrendezéséhez. A hangulatról nem kell beszámolnom, hiszen az hallatszik. Nagyon sok feltételt kellett biztosítani, akár szerekben, akár versenybírókban. Köszönet mezőtúrnak azért, hogy ezt megtette. Számára miért fontos a mai nap a gyermekek a sport megközelítéséből? Én azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy nekem mi fontos, hanem hogy a gyerekeknek, a főszereplőknek közelebb kerülnek a sporthoz. Belső igényé válik a küzdelem számukra. Azt, ahogy halljuk, a szülők elkísérik őket, buzdítják a gyerekeiket. Én azt gondolom, hogy ez a legfőbb értéke. Közösséget kovácsolunk a sport által. Milyen folyamat vezetett el idáig, hogy most döntőben küzdhessenek a gyermekek? Az ország legjobb 8 csapata van most itt. 231 csapat nevezett, több fordulón, városi, megyei, országos elődöntőkön keresztül vezetett az út idáig. Szerintem a riportban is hallatszik, hogy micsoda hihetetlen hangulat van mezőtúron. Mit szól ez, polgármester úr? Nagyon örülök neki, hogy ismét élettel telt meg a sportcsarnokunk. Hogyha így 10 cm-rekkel állunk egymástól, hogy halljuk egymást, akkor nyilván ez azt jelenti, hogy a hangulat az nagyon jó. Örülök annak, hogy így, ismét egy országos versenynek a házigazdái lehetünk itt mezőtúron. Sok ilyen volt már, vagy számos ilyen alkalom volt már az elmúlt időszakban. Ilyen korú gyerekeket még nem láthattunk vendégül. És az, hogy látható az is, és a tapasztalatom azt mutatja, hogy ugye ezeket a gyerekeket még a szülők azért jobban elkísérik, az ilyen korú gyerekeket, és hát hallatszik, hogy milyen kedvesek a számukra, ami természetes és helyén való, hogy szurkolnak a gyermekeiknek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy egy jó hangulatú verseny legyen itt mezőtúron. Remélem, hogy jó házigazdái leszünk ennek. És ami nagyon fontos az, hogy a városunk jó hírneve az ilyenkor szájra kell, amikor a gyerekek és a szüleik hazamennek, és hát remélem, hogy életük végéig egy kellemes emléket őriznek a szívükben mezőtúrról. Mezőtúra ezen a hétvégén több mint 300 sportoló és szülő érkezett. Milyen rendezvényre? A 2015-16. Évi játékos sportverseny Diákolimpia országos döntőjén látjuk vendégül itt a csapatokat. Ez a Magyar Diák Sport Szövetség hirdeti meg ezt a versenyrendszert már több évtizedek keresztül, és ez március 5.-6. itt vannak ezek a csapatok. Nem csak vendéglátásról beszélünk, hanem egy országos döntő megszervezéséről is. Igen, hát a mezőtúr és közlet a Diák Sport Bizottság már több országos döntőt rendezett,
és így ez a felkérés érkezett hozzánk, hogy márciusban adjunk helyet ennek a nagyon színvonalas és nagyon jó kis versenynek. Mezőtúr városon is a szövetség már több országos versenynek is helyt adott. Mennyire volt ez rutin feladat a szervezőknek? Hát egy országos döntő azért megszervezése mindig izgalommal, sok-sok feladattal jár, már így könnyebb, hogy nem az elsőt rendezzük, mint az első egy-két alkalommal. Itt most egy nagyon rövid határidő alatt kellett ezt megszerveznünk, mert január végén a Jászberény nem tudott helyt adni ennek az országos döntőnek, ezért kértek meg minket, hogy ezt vállaljuk át, ezt a feladatot. Hát nagyon jó, nagyon szeretjük, nagyon jók a város adottságai, három ilyen nagyon nagyszerű csarnokunk van közel egymáshoz. Itt a volt főiskola helyén a szállás, étkezést, versenyt egy helyszínen meg tudjuk oldani, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljesen ideálisak itt a körülmények nálunk. Ezért úr, felkészültem, várta a sportolókat és a szülőket erre a hétvégére, de mit jelent egy csapatnak a felkészülés, mire egy országos döntőig eljutnak? Ezek a csapatok, akik itt vannak, nem egy éve, hanem több éve készülnek erre. Szerintem egy-két testnevelő kollégám már hosszú-hosszú évtizedek óta gyakoroltatja ezeket a gyakorlatokat a kis versenyzőivel, de egy nagyon izgalmas, egy nagyon jó hangulatú verseny, ami nagyon jó alapozó lehet az összes többi sportág számára. Itt nem egy-egy sportágban versenyeznek a gyermekek, hanem egy komplex mozgáskultúrában. Így van természetesen, és épp ezért, amiért nagyon értékes, hogy ezekből a gyakorlatokból, ezekből a váltóversenyekből, kúszás, mászás, futás, a labdás, ügyességfejlesztésen keresztül mindent fejlesztenek a kollégáim, és ez minden kézilabda, kosárlabda, minden sportágban meghálálja utána magát. Akkor ez egy bizonyos típusú fejlesztés sportágok szempontjából, és egyben egy tehetséggondozás is? Ez a Magyar Diák Sportszövetségnek egy sajátos egyedi versenyrendszere, ami tehát az összes többi labdajátéknak, az atlétikának, florának, mindennek, mindenben segíti a gyerekek felkészülését. Nagyon izgalmas, nagyon szeretik a gyerekek, egy kicsit változatosságot is nyújt nekik. Hány csapat versengett azért, hogy eljöhessen a mezőtúri döntőbe? Országos szinten több mint 200 iskola nevezett erre a versenyrendszerre. Itt az országos döntőben 8 iskola jutott 8 különböző városból. És mutatja a verseny erősségét, hogy a tavalyi országos döntőből 7 csapat ugyanúgy bejutott erre a döntőre. És a kollégáim megemlítették, hogy nagyon szoros a mezőny, tehát egy-egy apró kis hiba, tévedés fog dönteni. De én nagyon remélem, hogy mindenki jól érzi magát, mert ez a legfontosabb. We'll be right back.
ezért jöttünk, hogy a dobogón állhassunk, és már ugye nagyon sokat készültünk, és most ennek nagyon örülünk. Melyik volt a kedvenced? Búj és karikában fuss. És melyiket érzed úgy, hogy legjobban sikerült? Hát a hosszú csúszás. Az a hosszú csúszásos feladat. És melyiken izgultál a legjobban? Hát igazából a hosszú csúszásos feladaton. Szereztél-e barátokat ezen a rendezvényen? Igen, sokat. Mit szóltak anyáik? Hát azt mondták, hogy nagyon ügyesek voltunk, és nagyon sokat szurkoltak nekünk. Tehát bíztak bennünk, hogy meg lesz a második hely. Mit szóltál a mai versenynaphoz? Hát nekem nagyon tetszett, és kár, hogy már csak ez az utolsó évünk, mert szerettem volna még visszajönni. Minden évben versenyeztek? Igen. És mi volt a kedvenced? Hát nekem várfogaló az egyik kedvencem, meg szeretem a váltóbottal futást is, sok minden. És mit mondott anya reggel, amikor elkezdődtek a versenyek, hogy mire figyelj? Hát mondta, hogy a hibákat javítsuk ki, és hát hogy ne izguljunk, mert majd lesz, ahogy lesz, jó, úgyis jók leszünk. Nagyon messziről érkeztetek mezőtúra, úgy érzed, hogy ezt így is megérte? Igen, szerintem megérte. Szereztél-e barátokat a mai napon, vagy az egész hétvégén? Igen, szereztem. És mit üzensz azoknak, akik jövőre kezdik ezt a versenyzést, és évekig fognak majd versenyezni a csapatversenyekben? Hát, hogy sok sikert kívánok, és hogy ne izguljanak, mert biztos jók lesznek. Blaga, hogy érezted magad a mai napon? Nagyon jól éreztem magamat, mert a csapattagjaimra nagyon számíthattam, hogyha én mondjuk elrontottam, akkor ők behozták. De ma nagyon-nagyon ügyesen versenyeztél. Köszönöm szépen. Melyik volt a kedvenced? Hát, a ügyeskedj a labdával. És melyik volt az, ami a legnehezebb volt? A csúszós feladat, amikor padon van két szőnyeg, és úgy kell átcsúszni. És mitől nehéz ez a feladat? Hát a csúszás miatt, mert nagyon hosszú. Anyukáték elkísértek? Igen, anyukám, meg tatám, meg apukám. És mit szóltak a mai naphoz? Azt mondták, hogy ügyes vagyok. És te mit szóltál az eredményetekhez? Hát ezen a héten sok volt a beteg, szóval én örülök, hogy idáig eljuthattunk. Mi is örülünk és gratulálunk neked és a csapattársaidnak. Köszönjük. Mennyit készültetek erre a versenyre? Sokat készültünk, és szorgalmasak voltak a társak is. Sokat készültünk, mit jelent bővebben? Hát, hogy mondjam. Hát, hogy több heten át sokat dolgoztunk, és ennek meglátszott az eredménye. Most jók voltunk, de voltak jobbak is. Lehetettek volna még jobbak, de a jövő előttetek van. Melyik volt a kedvenc játékod? A váltóbot. És melyik volt talán a legnehezebb számodra? Hát nekem nem volt nehéz, mert jó vagyok a csapatban, és a többiek úgy neveznek, hogy én vagyok a legjobb. Gratulálunk ehhez a címedhez. Egy gyönyörű ezüstéremmel a nyakadba érkeztél ide hozzánk. Hogy érezted magad a mai napon? Én nagyon jól éreztem magamat. Egy kicsit izgultam, de túl lettem rajta. És miért izgultál? Hiszen nagyon ügyesen játszottad végig a mai napot. Hát két évig harmadikak voltunk, és végül is szombaton megvert minket a Kanizsa, úgyhogy volt miért izgulni, és a török bálint is nagyon igyekezett, hogy megverjen minket. Hát ez igazi csata volt a mai napon? Igen. Egy igazi csata. Ennyire készültetek arra, hogy a mai napon aranyat szereztek? Igen, nagyon készültünk arra, de ez is lett belőle. De ezért nincsen bánat. Erre is nagyon büszkék vagyunk. Mi volt a kedvenc feladaton? Hát ügyeskedj a labdával. Azt szerintem nagyon jól sikerült, és ott meg is előztük őket sokkal. Mitől függ az, hogy melyik feladat sikerül jól? Hát szerintem csapatmunkától. Szóval nem csak attól, hogy egy-egy gyerek jól teljesítsen, hanem a csapatmunka? Igen, én így gondolom. És az mit jelent?
hogy odafigyelünk egymásra, segítünk egymásnak, meg mi gyakorláson is úgy csináltuk, hogy ha valaki elrontotta, akkor kiabáljuk egymás nevét. És szerintem jól sikerült. Sok múlik az edzőkön is? Igen, rajtuk is sok múlott. Ők is nagyon odafigyeltek ránk, és tényleg nagyon köszönjük nekik, hogy segítettek ebbe a 4 évbe. És szövődtek-e barátságok az elmúlt években, illetve a mostani hétvégén? Igen, szövődtek. Nagyon sok. Szombathelyekkel, vagy mindenki mással is? Szombathelyekkel. Minden jót kívánok a jövő évi gyerevelünkösöknek, és élvezzék, amíg lehet. Ezüstéremmel a nyakadban melyik volt a kedvenc részed? Nekem a medve és a váltóbottal futás. Mitől olyan jó ez? Hát, mert én szeretem a futós versenyek, vagy a gyakorlatokat. Szereted a futós gyakorlatokat, és milyen gyakorlatot szeretsz még a futáson kívül? Hát, amikor át kell ugrani a 4 részes szekrényem. Igen, azt láttuk, hogy hihetetlen ügyesen szinte repültél azon a szekrényen. Ki tanított meg téged erre? Tamás bácsi és Gábor bácsi. Ezt te Sióren tanultátok? Nekünk szokott lenni gyere velünk gyakorlás, és ott. Az mit jelent? Hát, hogy külön gyakornunk erre a versenyre. És mennyit szoktatok gyakorolni? Hetente 3-szor. Van-e valamilyen varázsszó, amit az edző mondott? Igen, az, hogy fejbe legyünk itt, ott a versenyen. Miért volt ez a fontos a varázsszavak közül? Azért, mert sokat hibáztunk az előző versenyeken. És az is fontos, hogy agyban is készülni kell? Igen, nagyon. És szerinted hogy szerepelt összességében a csapat? Mindenki ott volt fejben? Szerintem igen. És büszke vagy a csapattársakra? Nagyon. Nagyon büszke vagyok rájuk. És kire vagy a legbüszkébb? Hát leginkább akik többet szoktak hibázni. Miért? Hát mert most nem hibáztak annyit, mint ezt szoktak. Tehát akkor mindenki ügyes volt, gratulálunk az ezüstérmedhez. Köszönöm szépen. Mitől volt jó ez a hétvége? A versenytől, meg az ittalvástól. Tehát akkor nagyszerű volt a hangulat, és erős volt a verseny? Igen. Mitől volt az? Hát mert erősek voltak az ellenfelek, meg mi is. Mitől függ az, hogy erősek az ellenfelek? Segíts nekünk, mi nem sportolunk ilyen akadálypályán. Gyorsabbak, többet tanultak, meg ilyenek. És jó a technikájuk? Igen. A kötélhúzás hogy sikerült? Hát jól, abban mi lettünk az elsők. Láttam, hogy az edzőtök egy stratégiát épített ki. Igen. Miről szólt ez? Hát az, hogy először be kell ülni, tartsuk őket, és amikor érezzük, hogy elfáradtak, akkor elkezdjük őket húzni. Akkor nem csak az a fontos, hogy erősek legyetek, hanem hogy legyen? Taktikánk. Kezdjük először a hölgyel. Milyen volt a mai nap? Hát úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas volt, és elég szoros is volt a verseny. És a fiatalember pedig elemezze ki, hogy mitől volt szoros a mai nap versenye? Nagyon erősek voltak a csapatok, mindenki nagyon felkészült volt, és sokat izgultunk. Ez is segített azon, hogy minél jobb eredményt érjünk el. És min múlott végül, hogy ti nyertétek az aranyérmet Szombathely előtt? Hát, amiben a legjobbak voltunk, az talán a labdás ügyességi, mert abban mindenki nagyon ügyes volt, és azt mindenki nagyon jól tudta megcsinálni. És mikor dőlt el, hogy ti lesznek az aranyérmesek? Az utolsó előtti feladatnál dőlt el, hogy a kötélhúzásnál már csak az öröm hajtott minket. Az öröm az nagy hajtóerő, mint láthatjuk akár ebben a dologban is. Az edző mi az, amivel elindította a mai napot? Milyen jó tanácsot, milyen varázsszavakat adott nektek? Hogyha hibázunk, akkor maradjunk nyugodtak és javítsuk ki. És ne kapkodjuk el az egész feladatot. Mennyit készültetek erre a versenyre? Erre a versenyre október óta készültünk. A budapesti elődöntő és az országos között 2 hét volt. Ezek között minden nap 4 órát gyakoroltunk. És mit jelent az, hogy gyakorolni? Mi az, amit gyakoroltok, a komplex feladatot, vagy egy-egy elemet?
a komplex feladatot. Mindig végigcsináljuk, és megmérjük, hogy ki a leggyorsabb benne. Tehát akkor egy taktika is van ebbe? Igen. A páros feladatoknál is külön feladat, a csapat feladatoknál is, az összes feladatnál külön taktika van. Akkor ez az észnek, és a testnek, és a sportnak egy ilyen egyvelege, és így lehet nyerni? Igen. És elég kicsik vagytok még, de ezt már ilyen korán megtanultátok. Igen, hát ezt másodikos korunk óta csináljuk, és így negyedikig. Van-e olyan sport, amit ezen kívül sportoltok? Én lovagolok és kézilabdázok. Én pedig táncolok és atlétizálok. Luca, mai napon egy hatalmas versenyt láthattunk, amiben igencsak kivetted a részedet. Te hogy érezted magad a mai napon? Izgultam nagyon. Mikor már megcsináltam a versenyszámot és a többiek jöttek, akkor nagyon szurkoltam, de még akkor is izgultam. És az mit jelent? Jobban dobog a szíved? Igen. Most is izgulok. Miben tudtál segíteni a többieknek? Hát nagyon odafigyeltem, voltak nekem is hibáim, és szerintem jól teljesítettünk. Fiatal emberként hogy lehet segíteni a lányoknak? Hát, hogy elég gyorsan megyünk, ugye a fiúk is nagyon gyorsak, meg a lányok is, de ha teljesen odafigyelünk és mindent hibátlanul megcsinálunk, akkor nekik is könnyebb dolguk lesz, mert nem kell annyira sietniük, mert mondjuk ha hibázik egy fiú, akkor azután ők elkezdenek jobban sietni, és ha sietnek, akkor pedig többet tudnak hibázni. És mi a lányoknak az erőssége, és mi a fiúknak az erőssége? Hát a fiúknak szerintem az akadálypálya kicsit jobban megy, és a lányoknak pedig a medvejárás az jobban megy. Igen. Tehát akkor fontos, hogy fiúk is, lányok is legyenek a csapatban. Mert úgy szerintem nem lehet indulni, hogy nincsen fiú, vagy nincsen lány. Mert néha a lányok is nagyon fontosak, meg közben a fiúk is. Mert egy, nagyon kifáradnánk, és ennyi. És kellett tartalékolni az erőt az utolsó nagy versenyre, a kötélhúzásra. Hogy éreztétek magatokat ebben az igazán nagy erőt kifejtő játékban? Nehezen. Nagyon elfáradtam én, mármint már a végén, és az utolsó feladat pont a kötélhúzás volt, és nem a legjobban sikerült. Szerintem nagyon jól sikerült, de láttam, hogy az edző jó kis taktikákat talált ki. Mi az, amit mondott, hogy mit csináljatok? Hát a legfőbb az ilyen csúszós talajon a cipődnek a bevizezése, meg még ilyen kisebb extrákat is beletett a feladatokba, amivel gyorsabbak lehetünk. Az kis extrákkal gyorsabbak lehetünk. És milyen kis extrák voltak ezek? Én szerintem az mondjuk a versenyszám, amikor labdát pattogtattunk, hogy nem ekkora volt a különbség a tér közöttünk, hanem így összehajoltunk, meg a váltóbotosban, hogy minél kisebbet tudjunk hajolni, és minél gyorsabban el tudjon indulni, aki előtte van. És nektek is mondott ilyen extrákat az edző? Igen, nekünk is mondott. Például, hát a... ugye a lábvizezés, meg az akadálypályákban, hogy nem csak a csúszást, ha a csúszás közben is már kezdjünk el kúszni, mert úgy lendületünk megmarad, és gyorsabban tudunk kúszni is, meg még pár ilyet. Például, hogy nagyon szűken kerüljük a zsámolyokat, meg a kanyarokat, és nagyon szűken csináljuk, hogy a métereket megspóroljuk. Nagykanizsáról érkeztél. Fanni, hogy értékeled a mai napot? Hát szerintem nagyon jó volt a mai nap. Sokat küzdöttünk, de azért megérte az eredményét. Mennyit gyakoroltatok erre az alkalomra? Hát nagyon sokat, és nagyon sok időbe kerül, de megérte. Mikor szoktátok gyakorolni?
Hát délutánonként, meg amikor ráérnek a tanárok is, meg a gyerekek is. És van hol gyakorolnotok, és ott fölépítitek mindig a pályákat? Igen, a Péterfi iskolába szoktunk gyakorolni, és ott szoktuk fölépíteni a pályákat. Mi az, ami a legnehezebb számodra? Hát a kötélhúzás is nagyon nehéz, meg a kalapos. És mi az, ami a legkönnyebb? Hát valaki nagyon jó a labdavezetésbe, de nekem a legkedvencebbeim azok a szekrényesek. Igen, azt nagyon ügyesen csináltad, szinte átrepülted a szekrényeket. A versennyel kapcsolatban már megbeszéltük, hogy hogy érezted magad, illetve mennyit gyakoroltál, és az edzőkkel kapcsolatban mi a véleményed, ők mennyit tudnak segíteni nektek? Nagyon sokat, és mindig segítenek, meg mindig kitalálnak valami módszert, hogy legyen sokkal jobb a versenyzés. Akkor a csapatban az edzők és persze a szurkoló szülők is benne vannak. Igen. Nagyon sok idő múlva fogsz hazaérni Nagykanizsára az iskolába. Mennyire büszkék rád, mennyire várnak benneteket? Hát szerintem biztos nagyon büszkék lesznek ránk, meg várhatnak már minket. És mit gondolsz, kaptok érte ötöst? Igen. Reméljük. Lett-e barátod ezen a mezőtúri hétvégén? Hát nagyon sok lett, meg hát a te szállodában is megismerkedtem pár másik csapatból emberekkel. Tehát akkor nem csak versenyeztél és küzdöttél, hanem sportbarátságokat is kötöttél. Igen. Köszönöm szépen. Szia!